Itt vagyunk Gödöllőn, ahol Füle Sándor 2018-ban elkezdett egy remek kezdeményezést. Ez egy nagyon nagy forgalmú út, ezért zebrazászlókat helyezett ki, hogy azzal vonuljanak át a gyalogosok. Arról kérdeztük őt, hogy milyen eredmények születtek ennek kapcsán. A közvetlen apropója ennek az volt, hogy egy halálos gázolás történt ezen a zebrán, ami itt mögöttünk látható, de nem csak ez az egy probléma, rengeteg probléma volt ezen a zebrán, mivel itt egy buszállomásra vezet be ez a zebra, egy átmenő főúton vezet keresztül, az autóforgalom is nagy, a gyalogos forgalom is nagy, és rettentően konfliktusos volt. Nagyon gyorsan indult ez a történet, az egész egy fotóval kezdődött, amit én kiraktam a gödöllői közösségi média csoportba, és rögtön nagyon sokan megosztották ezt. És először a szomszédos települések, aztán pedig a Pestet körülvevő elővárosok, falvak, nagyon sok, nem számoltam össze, hogy hány település, szerintem olyan 30-40 településen durrant be ez a mozgalom, hogy jelezzük az útfenntartóknak, legyen az a közút vagy az önkormányzat, hogy a zebrákkal baj van. Megmutatnám ezt a zászlót, hogy mennyire egyszerű dolog. Egy figyelemfelkeltő kis eszköz, egy ekkora kis láthatósági szövetből készült cucc volt, mind a két oldalán egy fényvisszaverő csíkkal. Ez sötétben is jól látható volt, és nem csak a döntéshozóknak, hanem az autósoknak a figyelmét is felhívta arra, hogy figyeljünk oda erre a problémára. Azt hinné az ember, hogy ez egy egyszerű, ártatlan kis dolog, és ilyet bárki csinálhat. A helyzet nem ez. A magyar jogszabályok a közútkezelőtől engedélykérésre kötelezik azt, aki a közútnak bármiféle tartozékára egy ilyen zászlótartót is akár föl akar szerelni. Ezt kezdetben nem kaptuk meg, ezt az engedélyt. A közút nem nézte jó szemmel ezt a folyamatot, és el kellett ahhoz telni egy időnek és több találkozónak a Pest megyei közútnak a vezetőjével, hogy belássa, hogy ez egy figyelemfelhívó kampány. Most a másik zebránál állunk, ez is egy problémás zebra, és ezt is zászlóztuk annak idején. Ennél jóval kevesebb eredményt értünk el. Hogyha szétnézünk, azért látjuk, hogy nagyon erős világítás kapott, bár még nincs bekapcsolva, mert világosan, de normális erős lámpákkal meg van világítva, ki van táblázva rendesen, de ide közlekedési lámpát nem lehetett rakni, és vannak ilyen zebrák, ahol a közlekedési lámpa nem járható megoldás, nem lehet minden zebrára közlekedési lámpát rakni, ezért szoktam mondani, hogy a rendőrség hathatós támogatása nélkül a magyarországi zebra helyzet az nem rendezhető. Stay.